24. fejezet Krisztus élő levelei Ma délelőtt Pál Korinthozba ért második levelének harmadik fejezetéből szeretnék felolvasni. Isten legmélyebb szellemi igazságainak árvíz utáni vízszint találkozunk itt. Hiszem, hogy az Úr ki fogja jelenteni nekünk ezeket az igazságokat, ha a szívünk nyitott és reagál a szellem tanítására. A seregek ura tábort jár körülöttünk. Ma is a szabadulás örömével, hogy új módon szemtől szembe láthassuk meg kegyelmének dicsőségét. Mert Isten nem mesterkelt mesékbe kalauzol bennünket, hanem napjainkban eloszlatja a ködöt, a felhőket és minden nehézséget, hogy megérthessük Isten szándékát és akaratát. Ha a legjobbat akarjuk megkapni Istentől, akkor ezen az összejövetelen szellemi éjségre, nyitott fülekre és értő szívekre van szükség. A lepelnek le kell hullania, meg kell látnunk, hogy a régi életünk normái szerint Istentől semmit sem nyerhetünk. Az új terv, az új kijelentés, az új győzelmek előttünk vannak. Új teret kell nyernünk, természet fölötti dolgokat kell elérnünk. Minden testi dolgot, gonosz hatalmasságot és szellemi gonoszságot meg kell fosztanunk trónjától. Néhány percet időzünk el ezeknél a Bibliából származó csodálatos szavaknál, melyeket már korábban is felolvastam. A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember, akik felül nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten szellemével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Korint a ért második levél 3.2-3-ig. Milyen ideális helyzet az, amikor Isten kijelenti dicsőségét, amikor Isten igéje az élet legfőbb céljává válik, még nem az ige élni kezd ezekben a keresztényekben, és Krisztus apostoli levelévé válnak. Milyen igaz volt ez Pál életének tetőpontján, amikor ezt mondta, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galáciaiakhoz írt levél 2.20. Hogyan tud Krisztus benned élni? Krisztus csak a benned és általad megnyilvánuló ige által élhet benned, amely kijelenti minden nap, hogy Isten igéjének élő apostoli levele vagy. Ez az élő Krisztus, ez az Isteni hasonlatosság. Így van meg benned az ő pontos képmása. Az ige az egyedüli dolog, ami képes benned úgy munkálkozni, hogy megvalósítja a dicsőséges azonulást közted és Krisztus között. Mindent a szellemnek kell megelevenítenie. Ne felejtsétek a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Korintoszia 2. második levél 3-6. Minden cselekedetünkben életnek kell lennie. Ki tudja, hogyan kell úgy imádkozni, ahogy a szellem imádkozik. Milyen imákat mond a szent szellem. A szellem mindig emlékezetünkbe idézi a szentírást, és saját szavainknál jobban kifejezi minden bánatunkat és szükségünket. A szellem veszi Isten igéjét, és a szívünket, értelmünket, lelkünket, kiáltásunkat és szükségünket Isten jelenlétébe viszi. A szellem kizárólag Isten akarata szerint imádkozik, Isten akarata pedig mindenütt ott van az igében. Amikor Isten segítségével sikerül ráhangolódnunk a szellem gondolataira, észre fogjuk venni, hogy Isten megváltoztatja a szívünket. Mikor aztán Isten eléri szívünk mélységeit, megtisztít minden indulatot és vágyat, és megvan írva, hogy ez kibeszélhetetlen örömmel és teljes dicsőséggel jár. Nem kőtáblákra. Szeretteim, igaz, hogy a parancsolatok kőtáblákra voltak vésve. Mózes szíve betelt örömmel, mert Isten megmutatott neki egy tervet, amelyben Izrael nagy dolgok részese lehetette parancsolatok által. De most Isten parancsolatai nem kőtáblákra, amelyek miatt Mózes arcot örömtől ragyogott, hanem ennél sokkal mélyebben és csodálatosabb módon szívünkbe vannak írva. Megismerjük végtelen szeretetét és könnyelletességét. az örökké valóság mozgató ereje pedig belénk árad, és behozza Istent a bensünkbe. Ó szeretteim, hagyjátok, hogy a Szent Szellem Isten ma szabadon kijelentse nekünk az ő dicsőségének nagyságát. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni úgy, mint magunkból. Ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Korintosziakhoz írt második levél 3.5. Ó, de nagyszerű! Ezek a versek túl tartalmasak ahhoz, hogy csak úgy átvussunk rajtuk. Szeretteim, ez az isteni felmagasztalás tetőpontja, ami nagyon különbözik az emberi felmagasztalástól. El kell jutnunk oda, ahol már nem tudunk önmagunkban bízni. Szeretteim, oly sok kudarc lehetőség van a magabiztosságban. Emberi szinten soha nem rendelkezhetünk semmivel, amiben bízhatnánk. A bizalmunk Istenben van. Amikor nem magunkban bízunk, hanem teljes bizalmunk az erős Isten hatalmán nyugszik, akkor ígérete szerint velünk lesz mindenkor, egyenessé teszi ösvényeinket és elmozdítja a hegyeket. Ó szerelmes Isten, nem a testben bízunk, csak olyan személyben lehet bizodalmunk, aki soha nem hibázik, aki kezdettől fogva ismeri a véget, aki ugyanolyan könnyedén el tud jönni éjszaka, mint délben, aki az éjszakát és nappalt egyformává teszi azok számára, akik teljesen Isten akaratában nyugosznak, mert tudják, hogy minden javú. Kravállik azoknak, akik szeretik őt. Folytassuk a hetedik és nyolcadik versekkel, szent alapossággal. Ha pedig a halálának a betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellemnek szolgálata. Nem tudjuk sem meghatározni, sem elválasztani, sem mélyen megvizsgálni és feltárni Istennek e szent tervét, ha nincs meg bennünk Isten élete, Isten gondolata, Isten szelleme és Isten kijelentése. Az igazság igéje tiszta, szellemi és isteni. Tudnunk kell, hogy a szent szellem keresztségkor egy aktív buzgalomba és Jézus hasonlatosságába merülünk bele, hogy tiszta, olvasztott fémek két tegyen bennünket, amelyek annyira izzanak Istenért, hogy a szellem olajként ömölhet bennünk edényről edényre. Nincs olyan természetes gondolat, amelynek ezen a ponton bármi haszna lenne. Nincs az a testi, földi, természetes dolog, amely életben maradhat, ha valaki átéli ezt az élményt. Az emberének örökre meg kell halnia, mert nincs más terv a szellemmel megkeresztelkedett lélek számára. Isten segítsen nekünk meglátni azt, hogy be lehet telni az ige betűjével, anélkül, hogy betelnénk szent szellemmel betelhetünk ismerettel, anélkül, hogy isteni ismeretet birtokolnánk. Senki nem képes az élet útját járni, ha nincs a szellemben. A szellemben kell élnünk, és mindenkor tisztában kell lennünk azzal, hogy folyamatosan növekszünk fel példaképünkhöz, mesterünkhöz, alkalmas és alkalmatlan időben, szünet nélkül Jézus arcát szemlélve. A prédikátor és üzenete A prédikáció eredeti címe Krisztus apostoli levelei, a Triumphs of Faith, Oakland, Kalifornia, 1926. áprilisi számának 86-88. oldalairól származik. Kerry Judd Montgomery dolgozta át és tömörítette. Wiglesford néha prédikált a Miss Montgomery Oaklandi központjában tartott felekezetközi összejöveteleken. Noha nagyra becsülte szolgálói megbízó levelét, melyet a United States Assemblies of God-tól kapott. Az 1920-as években Wiglesworth a felekezeti tagságot soha nem tette a hívői közösség alapfeltételévé. Örömmel volt közösségben minden hívővel, és mindig mindenkit szívesen látott összejövetelein. Jó néhány szerző tévesen hangsúlyozza, hogy Wiglesworth soha nem tartozott felekezethez, hiszen legalább egynek tagja volt. Az American Assemblies of God-nál lévő emlékanyag azt mutatja, hogy felszentelték, mégpedig kaliforniai látogatása során 1912-ben. Valamilyen oknál fogva nem újította meg éves tagságát, amikor ez 1914-ben esedékessé vált, és így az elévült. Amikor aztán 1930-ban meg akarta újítani, addigra úgy megváltozott a politika, hogyha valamelyik ország rendelkezett saját bünkösdi szervezettel, amely barátságban állt az American Assemblies of és ilyen létezett Nagy-Britanniában, akkor a tagságot az amerikai csoportban többé nem engedték meg. Mindazáltal ez nem hatott ki az amerikai felekezettel való kapcsolatára, továbbra is meghívták őt gyülekezeteikbe, közé tették prédikációit és a róla szóló híreket a Pentecostal Evangelben.